fogalmaztuk meg a programunkban, megmaradni a szülőföldön magyarnak. Támogassa ez a törvény is ezt a törekvést, és támogassák az önök további tettei is ezeket a törekvéseket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Wittner Mária képviselőasszonynak adom meg a szót a Fidesz képviselőcsoportjából, őt Potápi Árpád képviselő úr követi, ugyancsak a Fidesz képviselőcsoportból. Képviselőasszony, öné az. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! 1920 Magyarország keresztre feszítése. Nem tudom, hogy olvasták-e azt a könyvet, egy osztrák pap Siegfried atya írta, Magyarország 5 sebe. A Trianon szakrális feldolgozása. Aztán jött 2005 a népszavazás. És a megtévesztett választók a magyar állampolgárság ellen szavaztak. És akkor arra gondoltam, nem tudok kimenni Csíksomlyóra, mert szégyenérzet és pír önti el az arcomat erre a népszavazásra. Aztán rájöttem, hogy miért kell, hogy büntessem magamat mások miatt. És kimentem. És a kocsmában, ahol ki volt írva, hogy magyarokat nem szolgálunk ki, oda mentem a fiatalemberhez, és azt mondtam, uram, messziről jött ember, azt mond, amit akar. De ha ön megmondja a nevét, én bebizonyítom magának, hogy én igennel szavaztam. És megmondta a nevét, és a 2001-ben elhangzott parlamenti beszédből dedikáltam neki egyet. Mondom, ha ezt elolvassa, rá fog jönni. És most itt vagyunk. Azt hiszem, hogy bármennyire erőlködünk is, egyetlen dolog ellen senki nem tehet, akik fölöttünk vannak. Mert az ő keze irányít mindent, bármennyire tiltakozunk ellene. És most megkapják a nemzettársaink az állampolgárságot. És egy nemzetté egyesülünk. Mert mi magyarok vagyunk. És büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és büszke vagyok arra, hogy ennek dacára tiszteletbeli székely vagyok. És már nem is kérem, hogy szavazzák meg, mert azt hiszem, hogy ez mindannyiunk kötelessége. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nehéz most megszólalni a levezető elnöknek egy ilyen emelkedett hozzászólás után, de tisztelete arra kérek mindenkit, hogy tartsa be a házszabály előírásait, és próbálja a gondolatait abba az időkeretbe belefoglalni, amire a házszabály lehetőséget ad. Potápi Árpád képviselő úr következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy röviden én is hozzászóljak a vitában. Én úgy vélem, hogy az országgyűlés 1990 óta mulasztásos alkotmánysértést követel, hiszen a Magyar Köztársaság alkotmányának 6. paragrafusa, mégpedig a 3. fejezetben kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. Büszke vagyok arra, hogy 2001-ben tagja voltam annak a parlamentnek, amely meghozta a szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvényt, és amelyben részben enyhítette ezt a mulasztásos alkotmánysértést. És sokan szóltak már arról, hogy személyesen is érintettek ebben a törvényjavaslatban. Sokan vagyunk így, hiszen Magyarországon 2,5 millió ember, aki közvetlenül vagy közvetett módon szülei, nagyszülei, ősei vagy barátai, rokonai révén kötődik az elszakított területekhez.
Én, mint a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, magam is érintett vagyok, hiszen hogyha nagyszüleim 15 ezer társukkal együtt nem jöttek volna át Magyarországra, akkor én magam is érintett lennék. Végezetül kérem szocialista képviselőtársaimat, hogy szakítsanak végre a régi reflexeikkel, és fogadják el ezt a törvényt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Folytatjuk az előre bejelentett felszólalásokat. Zagyva György képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselő csoportjából. Képviselő úr, öné a szó. Tisztelt ház! Először, mielőtt belekezdenék a felszólalásomba, válaszolnék a szocialista képviselők azon kérdésére, hogy miért kell ennyire sietni ebből a törvénnyel. Mert azért, mert ez a parlament lépéskényszerben van, mert 8 év óta azt várják tőle, hogy azt várják tőle, hagyd mondjam már végig. Jó, akkor arra felé fordulok, jó? És önöknek mondom, de értsék önök, jó? Mert így könnyebb lesz. Tehát ez a parlament kényszerhelyzetben van, amit ennek a parlamentnek kell megoldani, amit önök tettek tönkre, és ennek a parlamentnek kell lemosni a gyalázatot, amit önök kentek mindannyiunkra. Ezért kell nekünk most azonnal ezt elfogadni, ezt a törvénytervezetet. És jó magam, aki nem vádolható avval, hogy mondjuk a Fidesz minden egyes lépésével egyetértene, ebben ígérem, hogy teljes mértékben konstruktív leszek, és semmiféle offenzivitást nem fogok gyakorolni. Hiszen 2004. december 5-e óta várok arra a pillanatra, hogy megkapja az elszakított területeken élő magyar testvériség ezt a magyar állampolgárságot, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én is megnyomhatom ezt a gombot, amivel szentesíteni fogjuk. Amivel szentesíteni fogjuk ezt a törvényt. Kettő olyan pontot szeretnék azért előhozni, amit a törvénytervezet tanulmányozása alatt találtunk, vagy találtam, amire mindenféleképpen fel szeretném hívni a figyelmet, mivel jó magam egy olyan szervezetnek vagyok a vezetője, ami szerte a Kárpát-Ferencében működik, ugye a 64 vármegye ifjúsági mozgalom, és emiatt a Kárpát-Ference minden részéről van tapasztalatunk, hogy az ott élő magyarok akár szórványban élnek, akár tömbben milyen problémákkal küzdenek, ezért van arra rálátásom, és van rálátásunk, mint szervezet, hogy például a önök által a magyar nyelvtudáshoz kötött igazolást, tehát hogy igazolja majd a leendő magyar állampolgár, hogy tudja a magyar nyelvet. Ez egy kicsit nehéz mondjuk a szórvány olyan részeinél, tehát a szórvány magyarság olyan részeinél, ahol önhibájukon kívül nem tudnak magyarul. Ugye Szávai képviselőtársam említette a csángó magyarokat, de említhetnénk Krassó-Szörény vármegyét, a dél-erdélyi